Fél évszázaddal ezelőtt a stadion két pályáján és a dohánygyári pályán indult el a városi kispályás bajnokság, amelyre a kezdetekben évente tucatnyi csapat nevezett. Az elmúlt 5 évtizedben folyamatosan nőtt a csapatok, ezzel együtt a csoportok száma, a jubileumi 50. szezonra már rekordlétszámú együttes nevezett. A 6 világítással ellátott csalakos pályán 10 csoport küzdelmei zajlanak, ami több mint 3000 amatőr futballistát mozgat meg hétről hétre. Egyre több olyan baráti társaság jön el, munkahelyi kollektívák, külön és akár lakótelepi összeverbúválódott csapatok. Picit mondhatnám azt is, hogy meghígult a bajnokság, de viszont a másik része pedig az, hogy az elit csoportba, az A csoportba, B csoportba és a C csoportba azért ott már fantasztikus futballt láthatnak, viszont a másik véglet pedig az öreg fiúk első és másodosztályba óriási csaták vannak, hiszen itt meg a régi motorosok, azok, akik talán, ha nem is 50 évvel ezelőtt, de az első között még pályára léptek. Van is ilyen játékos, aki az első között is már szerepelt. Augusztustól a jövő év júniusáig közel 1200 mérkőzés játszanak a csapatok. Az őszi szezont követően a hagyományoknak megfelelően a téli terembajnokságban futballozhatnak majd tovább a kispályás foci szerelmesei.